Rikári vlog, mindjárt leszállunk a KCV-ről, és most arról fogok nektek vlogolni, hogy múltkor méltatlankodtam, hogy a 99-es busztól nem lehet átjutni az albetűs áruházhoz, hogy itt az Orci útnak a túloldalára születni kell, és hát most ez a helyzet megváltozni látszik, úgyhogy elmegyünk megnézni, hogy mi épül, épül, szépül Budapest, épül, szépül az ország, úgyhogy Rikári most megmutatja nektek mindjárt, hogy mi épül ott, ami miatt egyébként múlt héten nem is járt hétvégén a villamos. Egyébként, ha már itt vagyunk, akkor itt a Vajda Péter utcában megmutatom, hogy valaha itt járt a 23-as villamos, nem ott az Orci úton, hát illetve az Orci útról ide bekanyarodott, és hát ugye a vágányok itt már, ha jól tudjuk, akkor eltűntek, ha jól tudom, akkor felszedték őket, viszont a régi kockakövek és macskakövek, azok most kikandikálnak itt a felrepedezett aszfalt alatt. Ugye ezt a kisebbiket, amit ilyen ívelt formákban fektettek le, ezt hívjuk macskakőnek, azt a nagyot, azt nem, azt sima bazalt kockakőnek mondtuk. És akkor itt kint is van egy 30-as tábla, itt az albetűs áruház mellett, ez már ugye az útépítéssel kapcsolatos, vagyis az építkezéssel kapcsolatos dolgok céljából lehet itt. Mert ha jól tudom, itt nem szokott 30-as lenni, bár lehet, hogy én tudom rosszul, és én emlékszem rosszul, mert hogy elég régen autókáztam errefele, és itt ugye az albetűs áruház mellett, ahova most nem megyünk be, mert hogy a héten többször úgy bevásároltam, hogy ma már semmi dolgom itt, és ezt szándékosan így csináltam. Ugye itt van egy ilyen ideiglenes sáv, ideiglenesi besorolási rend tábla, és ott már láthatjátok itt a ilyen terelő táblákat. Rég tanultam a Crest, úgyhogy nem emlékszem, hogy mi a pontos, szabatos szakszerű nevük. Itt a különböző forgalmi rendváltozásra utaló táblák. Újra a 30-as, és már itt kikandikálnak a terelő táblák. Itt körbe lettek kalodázva valamiért a fák is. Hát lehet, hogy az építkezés miatt, hogy itt ne sérüljenek meg. Ugye itt a 99-esnek a kanyarodó sávja most le van zárva, aminek Rikári nagyon örül, mert hogy reggel még álmosan nem kell kisétálni az Orci térig, hanem elvegyek két megállót a 99-essel, mert ugye arra van most a 99-es terelve, legalábbis a városközpont felé, a Kőris utca helyett. Ugye itt kimegy az Orci térre, és ott áll meg. Úgyhogy itt épül Rikárinak a dolog. Ugye azért méltatlankodtam, hogy nem lehet itt átkelni életveszély nélkül az úton, vagy csak a Golgota térnél, a villamos megállónál, vagy legközelebb az Orci térnél. És ha itt jobban megnézitek, a tábla ugyan még le van takarva, és a útburkolat és az útburkolati jelek sem készültek még el, ellenben itt már ugye ami elkészült, abból már látszik, hogy mi épül ide, nevezetesen egy gyalog átkelő hely, aminek Rikári nagyon örül, ilyen kis járda szigetekkel. Hát nem tudom, hogy jelzőlámpa lesz-e, de úgy tűnik, hogy az is lesz, mert hogyha megnézitek ezeket az oszlopokat, ezek nagyon úgy néznek ki, mint amik majd forgalomirányító fényjelző készüléket szeretnének tartani. Ugye itt van az elektromos kábeleknek a hely, úgyhogy nagyon úgy néz ki, hogy lámpás csomópont lesz, és Rikári át tud majd kelni életveszély nélkül a túloldalra. Közben itt érkezik a terelt 99-es busz. A villamos meg valamiért nem jön, pedig azt föl szeretném venni, és indexképnek is azt szeretném felhasználni.
nem tudom, hogy most csinált-e indexképet, úgyhogy Rikári most örvendezik, hogy épül neki gyalog átkelő hely. Egyébként itt van egy jó kis vendéglátóipari egység, állítok, föl lehet menni a tetőteraszára is, egyszer majd meg fogom látogatni, még ez idáig nem sikerült oda bejutnom, még nem volt rá alkalmam, de azt mondják, hogy nagyon jó hely, Gólyának hívják. Mellette meg, ha nem tudom, hogy ide látszik-e, de ide látszik, a híres hírhet Budapest Televízió, ugye Budapest Európa Televízió néven fut most, annak a székházának a bejárata. No, hát én szerintem ez a kis Rikári vlog most ennyi volt, úgyhogy örvendjetek velem, hogy lesz gyalogátkelő, és Rikárit nem fogja elütni a villamos meg az autó, és hát tartsatok velem a legközelebbi videóban is, addig pedig nyomjátok meg a lájkot, írjátok meg a kommentjeiteket, a hozzászólásaitokat, ott a kis szívecske, a szuper köszönet, mint támogatási lehetőség, és lehet csatlakozni csatorna tagnak is, hogy előbb lássátok a videókat. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok, Rikári voltam Józsefvárosból, sziasztok, csüssz!